Végre ismét itt van a várva várt Sztárban sztár leszek. Egyes embereknek az ősz a réteges öltözködésről, a színes falevelekről, vagy a pumpkin spice lattéről szól, nekem meg arról, hogy végre jönnek megint a tehetségek a tévébe. Kiadó hely, még van bőven, úgyhogy folytatódjék, a Sztárban sztár leszek válogatója. Azért szeretem az ilyen műsorokat, mert összeválogatják egy helyre a hülyéket, és nem nekem kell keresgélnem. És amíg nincs X-faktor, addig ezzel kell beérni. Kedvenc italomról is csináltam egy repet, a flakonos borról. Flakonos bor. Aki nem tudta lejáratni magát az X-faktorban, az végre lejárathatja magát itt. Van itt kötelező sírás-rívás. Csodálatos volt. Elmaradhatatlan kamudráma. Azért megyek el, mert nincs kedvem most veled beszélgetni már tovább. And don't come back! Olyan hatalmas kamudrámák vannak, hogy melyikük egyengesse tovább a jelentkezők egyperces nem létező karrierét. Mintha én egy erőszakos p***a lennék, aki nem enged át versenyzőket másoknak, mert ez nem igaz. Na hát, ki gondolta volna, hogyha összeengedik az ország két legnagyobb kamudráma királynőjét, ez lesz a vége. Megmondom, hogy miért csinálják ezeket a műsorokat. Hát a pénzért azért. Kitaláltam. Ha szeretnék ATVK nézőiket, ingyen csinálnák a műsort. Az egész műsor egy az egyben egy X-faktor copy, dramaturgiailag egy az egyben ugyanaz, annyi különbséggel, hogy itt nem szabad egyéni produkciókat nyújtani, itt csak utánozni szabad létező sztárokat. És valahogy egy ilyen egyéniségektől mentes, másokat utánozó embereket kereső műsor tökéletesen illik is a TV2-re. Magukról mintázták ezt a műsort. Azt mondták, hogy hasonlít így a külsőm, a hangom, a maga viselkedésem győzikére. Amit látjátok, én is ma kivételesen Hugh Hefnernek öltöztem, most kivételesen, úgyhogy kezdhetjük is. Every night in my dreams I see you, I feel. Az első versenyző kapásból bebizonyította nekünk, hogy mindig lehet egyre szarabbul énekelni a Titanicot. Annyira megérinti őket ez a rezonáló énekhang, hogy magyar keresztény konzervatív menyecskéhez méltó módon angolul kezdenek el káromkodni. What the f***? Man! F***t a Titanicba már ezt a számot soha senki ne énekelje el többet, aki nem az irénke. Az úgynevezett mesterek mindig tisztelettudóan bánnak a pálya kezdő kollégáikkal. Ugye most vagy bajba, mert elfogyott a szöveg! Kecske hangon alázza a titanikus hölgyeményt. Oda néz, milyen tehetséges. Tőlem tud tanulni. Itt is megvannak a kandi kamerás részek, amikor a jelentkezők már azt hiszik, hogy nincs rajtuk a kamera, kijöttek a stúdióból, de hát a biztonsági kamera rájuk cuppan, azt hadoltsák szét magukba a zsűrit. Tudtam elmenni vécére, és lehet, hogy ez volt a baj. Most lemegy le a tévébe szerintem. Nem. Most le fogják adni, hogy megaláz ez a négy. Hát, ilyen az a média, látod? Mindent leadnak ezek. Aztán csapják hozzá a reklámot. Úgy gondolom, te híró leszel. Én vagyok híró, 2.0. Ezt még a 9. X-faktorból koppintották egy az egyben. Ez nem ugyanaz az ember? Két külön kamu híró van? Mekkora versenyben lehetnek már egymással ezek? Hát ugyanazokért az emberekért versenyeznek ezen a szűk piacon. A külső mellett nagyon sok belső hasonlóság is van kettőnk közt. Érzelmes, szabad szájú, pont olyan, mint én. Milyen jó, hogy ilyen közelről ismerik a sztárokat. Elvittelek volna Párizsba, készült volna rólunk pálista, de végre nem vagyok veled pánikba, elviselek, ha van pálinka.
De olyan, hogyha ez az ember a Kamu Hírót utánozza. Ő a Kamu Híró, Kamu Híró. Annak már lenne értéke, abban már van mondani való. Mindenki mondja, hogy hasonlítok a Pataki Attilára. Lá, szuper! Volt olyan, hogy az utcán megállítottak, hogy nem én vagyok a Pataki Attila. Közben állok, így könnyen eltaláltok. Mi ez a hangszín? Így rosszat. Mondjuk inkább Bruce Willisre hasonlít. Fehér atlétába kellett volna bejönni a véres lábakkal. Azt mondja, hogy jippukájjj, what the f***! És Kamu Hírók mellett Kamu Lacik is vannak ám. Leszoktam hozni Gáspár Laci mozdulatait, pózolásait. 10-10-10-45-ös. Over 16 points of similarity. Ügyelek arra, hogy sportos legyek, trendy, meg hogy tényleg hozzam őt. Milyen ösztönösen lehozta a csak rá jellemző pulttámasztó technikáját. Ez tiszta Laci volt az a mozgásom. De akkor meg full Gucciba kellett volna menni, mint már az outfittel bajok vannak. Lényegében Kozsóként élem az életemet, ami nekem erőt ad, maga a tincs. És a Kozsó imitátorokat már csoportosan kis busszal szállítják. Nagyon jó barátok vagyunk, de én vagyok az, aki a nagyobb Kozsó fan, én vagyok az, aki jobban le tudja utánozni. Nem lesz jó vége. Már nem is egy van, hanem kettő. 96 óta vagyok rajongója. És vannak tőle dolgaid, relikviáid? Hát persze, a házam. Mi az, hogy úgy néz ki, mint az övé? A nappali. Persze, a fürdőszobámnak az eleje. Fürdőszobámnak az eleje? Pedig valaki végre rájött, hogy miről kellene szólni ennek a műsornak. Arról, hogy az eredeti ember rettegjen tőled szabályosan. Hogy távol tartásit akarjon rád szerezni. Nem csak a zenéit másoljuk le, hanem az egész életét. Emlékszem, csillagos este volt, mikor a Szegény ember egész életében erre várt, azt ezt a bánásmódot kapja. Az az igazság, hogy 20 évet vártam erre. 20 évet. Mire? Arra, hogy idáljak. Ennek a műsornak a lényege az önfeladás. Ismételjették utánam. Önfeladás. És akkor nem tudtam magamból kihozni azt, amit tényleg ide akartam kiadni, amióta gyakorolok. Hát ő is azért volt ideges, mert nem tudott elmenni a Kozsós retyójára előtte. Tudtam elmenni vécére. Oh. Igen, még egy Kozsó. Oh. Együtt rajongunk, együtt vagyunk fanok. We now have two mortal enemies. Valld be, hogy milyen a nappalit. Nekem átlagos. Átlagos. És a fürdőszobád eleje? Örülök, hogy leburkoltam. Hát igen, manapság tényleg nagyon nehéz burkolót találni. Főleg olyat, aki kozsósan tud burkolni. Balatoni delfines csempével. Azt nézzétek, a delfinem! Delfin! Delfin! Minden dallamán te zenész! Ő sem ment a WC-re előtte, nézd meg! Ennyi sztár fért a mai adásba. Érdemes velünk maradni, mert a következő videóban folytatjuk a bemutatót. Lesznek még itt jó arcok.